Sziasztok! Ez itt újra egy Duma Kastély adás, most valahogy erre tudtam időt szánni többet, mint jóval korábban, amely időszakokban sokkal több ilyen adás volt. Most az a helyzet, hogy legalább újra van rá egy kis idő. A mai tematikánk az lesz, hogy vajon ma miért olyan népszerűek a fantasy-k? És hogy a sokaknak miért negatívum egyébként, vagy akár pozitívum. De én főleg nagyon sok embertől azt hallom, hogy milyen nagy negatívum ez. Erről is szó lesz ma. Hát hozzá kell tenni, hogy a fantasy-k klasszikus módon, már korábban az 1800-as években is akár léteztek, legendák, mitoszok áthorjálva, vagy éppen az ezredforduló közeli vagy utáni Conan a barbár és társai már jelen voltak. De igazából egyértelmű, hogy az 50-es években a gyűrűkora megjelenésével lőtt ki, mint a rakéta. A konkrét modern fantasy mi volt? Mert végülis valami szinte mindig létezett a fantasy, csak nem abban az értelemben, ahogyan mi azt manapság gondoljuk, hogy egy mit akar a fantasy, az manapság már a modernebb úgymond definícióval követhető le. Egy kitalált világ, az mi világunkban egyébként felelhető jó pár ismert emberi tulajdonság, vagy emberi megjelenés, vagy történés, ami hatott a történelmünkből, valószínűleg az adott íróra, az jelen van ezekben a fantasy-kben, de egy nagyon varázslatos körítés veszi azt körbe. Mind a világ szempontjából, mind a karakterek, a történések, a mágikus tárgyak és a többi szempontjából. Egyébként valamilyen szinten a MacGuffin, ugye a mágikus vagy misztikus tárgy fogalma, amelyet ugye az Indiana Jones óta kapnak sokan föl, és vesznek át, az valami szinte fontos a fantasy-ben is, hiszen valami nem mindig van egy tárgy, legyen az ugye egy gyűrű, legyen az a halál erekélyének valamelyik tárgya, és lehetne sorolni, amely fontos a történet szempontjával, azt előre viszi, vagy lezárja akár. No, hát a fantasy-k manapság miért olyan népszerű? Hát azért, mert gyakorlatilag a Gyűrűk Ura a 2000-es évek elején megmutatta azt, hogy a sokak számára egy megfilmesíthetetlen könyvből sikerült egy nagyon jó könyv adaptációt készíteni. Pontosabban egy ilyen film adaptációt a könyvből. És nem azért volt megfilmesíthetetlen mondjuk a Gyűrűk Ura igazából, legalábbis ebből az jött le sokak számára szerintem, mert hogy tényleg megfilmesíthetetlen volt, mert azért egy olyan történet, amely egy megfelelő ívvel rendelkezik, van eleje, közepe, vége, és megoldható az, csak olyan hosszú maga a mű, és annyi varázslatos dolog van benne, hogy ha nincs egy cég, aki bevallotta ezt a legalább három filmet, amelyet elején egy filmbe akartak összesűríteni, vagy max. Kettőbe, és nincs egy olyan látnoki rendező, akinek egy nagyon durván látnok és tehetséges speciális effektusok és számítógépes effektusok karöltve jelen vannak a hátam mögött, hiszen speciális csapata van a Weta Digital, illetve a Weta Workshop, amely készítette a legtöbb számítógépes effektust, vagy a sima speciális, tehát ilyen fizikai effektust, ami nem számítógépre készült, vagy a maszkokat, vagy a fegyvereket, vagy a pajzsokat is lehetne sorolni, a páncélokat, vérteket, mind-mind ez a csapat csinálta, hogyha ez nincs már, nem az lett volna szerintem ami a trilógia, ha nincs Peter Jackson már, nem az lett volna ami. És nem viszi előre a fantasy filmek sikerét. És meg kell hagyni, nagyon sok fantasy film készült utána, amelyek jó részt, nagy részt buktak. A Harry Potter az végülis egy film, egy ifjúsági regény, és bár valami szinte fantasy is, de mégis egy ifjúsági regény. Jó ideig legalábbis mindenképp a hét könyvből. És ez egy kicsit ilyen szempontból más tészta, én azt mondanám, talán ez ismerték eleinte egyszerre szinte bemutatni kint Amerikába, és mind a kettő siker is lett viszonylag Amerikába. Bár arra kíváncsi lettem volna, hogy az egyik másik nincsen, akkor az adott film önmagában mennyivel lett volna, ami az, hogy még sikeresebb Amerikában, mert hozzá kell tenni, hogy valamiért a Gyűrűk Ura és a Harry Potter például Amerikán kívül nem olyan sikeres. Vagy bocsánat, Amerikán belül nem olyan sikeres, mint Amerikán kívül. Tehát ugye itt volt Harry Potter, mint ifjúsági fantasy, itt volt a Gyűrűk Ura, hatalmas siker volt, majd jött a Narnia, és lehetne sorolni egy csomó más próbálkozás, ami legtöbb esetben besült, Eragon is lehetne sorolni.
Még nem rájöttek, hogy hoppá, a fantasy-ket lehetne sorozatformájában megcsinálni, sőt, valószínűleg ennél így lenne csak még jobb, hiszen részletre kitérően mindent be tudnánk szinte mutatni, a karakterek sokkal jobban fejlődhetnének, végiglátnánk a menetét változásoknak, és tudnánk hosszú távon költeni is rá azért eleget, hát így részben valószínűleg ezen okokból is az HBO ugye megalkotta a Trónok harcát a 2010-es évek legelején, kezdték el a pilotot, amely ugye nem sikerült, ez egy legendás, emlékezetes eset, hogy újra kellett szinte az egészet forgatni, újra castingolták a színészek 90%-át is, és akkor jött el az igazi pilot, aztán az első rész, amikor bejelentették az első évadot 2011-ben, és hatalmas sikerrel ment. Az HBO már az első évad is, természetesen az még nem volt kasszarobbantó, de már látszott, hogy van benne élet, és hogy lesz ebben remény, hogy jó sokáig el tudják a sorozatot vinni. És hozzá kell tenni, hogy ebbe George R. R. Martin sokáig nehezen ment bele, hiszen tartott tőle, hogy ezt csapják művét, de utólag is azt mondta, hogy nagyon jó, hogy ezt így elkezdték, és megcsináltak, a vége az egy más kérdés, ezt összecsapták, de hát már regények se voltak, ez a két regény sajnos mindig nem készült el. Ez a részben Martin sora is, hogy ennyi év után, tudta még a hazudikat se befejezni. De hát az meg már a producerek sora, hogy az ő saját tehetségük egyáltalán nem olyan jó, mint ugye Martin, és azért lett kicsit fele más az utolsó két évad legalább. De az látszott, hogy a sorozatban is hatalmas siker lehet a fantasy, ha azt jó gárda készíti el, hiszen az összes évad, még a 7-8 évadban is azt mindenképp szerintem leszögezhetjük, hogy technikai fronton a speciális effektusok cégé, mint a a pajzsok, páncélok, a fényképezés lehetne sorolni a díszletek, azok mindig is a topon voltak. Annak ellenére, hogy eleinte nem olyan sokat költöttek a sorozatra, már ott is látszott az apai anyai beleadás, ami a készítettől jelen volt ilyen téren. Később ez a még több pénzzel, még magasabb szintre tevődött. És ugye ez az egyik, a második nagyon rendezőket kapott ez a sorozat is. Sokkal jobb rendezőket, mint amilyen írókat sokszor a vége fele. De írók szempontjából is nem volt olyan nagy gondunk, volt amelyeket maga a könyv szerzője George R. R. Martin csinált, maga írta. Ezek is tök epizódok lettek egyébként. Tehát igen, szempontból nagy rész nem volt gond, de a rendezők szempontjából szerintem végig egy nagyon jó szintet tartottak. Hát ezért olyan jók ezek a fantasy manapság egyébként, mert figyelnek rá, szánnak időt, energiát, pénzt rá. A legtöbb esetben nagyon jó casting van. Mind a Gyűrűk mind a Harry Potternél, és lehetne sorolni, mind a Drónkharcánál iszonyat jó a casting. Nem is lehetne talán jobbat kitalálni. Ugyanígy, ahogy mondottam, a szakemberek, a filmes szakemberek a háttérben, a rendezők, és hát sokszor ezt az energiát, ezt a lelki erőt, ezt az odaadást egyébként, ami szintén ezekben a produkcióknál jellemző volt, és ott volt a lélek, a szív, az akarat, hogy nem csak a pénzért csináljuk, hanem mert mi ezt meg akarjuk csinálni, nekünk is nagyon tetszett, a kedvenc történetünk volt, a történeteink egyike, és mi is meg akarjuk csinálni. És nem az látható, hogy csak a pénzért csinálják. Na hát ez látható sajnos ritkán, például olyan sok történelmi filmben, mert filmekben sokkal jobb filmek is jöhetnének, sokkal nagyobb számban, de mivel egyrészt látják, hogy sajnos ezek a történelmi filmek buknak, és legtöbbször tudjátok, hogy jól miért buknak, az Exodus-tól kezdve lehetne sorolni az elmúlt pár év ilyen esetét, bár az bibliai film, de történelmi film, szandálos film, hát azért buktak, mert egyszerűen nem lettek jók. Nem volt mögöttük így akkora odaadó szakmai gárda, ami kellett volna, és ez minden téren jelen volt, a rendezés, a casting sokszor félrement, vagy bagatel módon volt rendezve, vagy már egy ezerszer látott csontot láthattunk századjára is, tehát a lényeg az, hogy nem volt benne igazán újdonság sem, nem volt benne ismeretlen, hiszen azt tegyük hozzá, hogy például az Rockharc a másik nagy sikere az volt, hogy mögött egy olyan sztori volt, ami annyira váratlan húzásokat tudott hozni, amelyet azóta is próbál más némelyik sorozat szintén lemásolni, de egyáltalán nem sikerül neki, hiszen annyira kiszámíthatatlan volt, ami megint egy plusz volt minden más sorozathoz képest, és nem azért, mert fantasy, nem attól volt olyan jó vagy olyan rossz, éppen epizód, hanem egyszerűen jó volt megírva, hogy a legtöbb esetben mindig azt mondják, hogy minden filmnek a legfontosabb lelke, a legfontosabb eleme, az égkő pontja nem más, mint a forgatókönyv, illetve a sztori. Ha az gyenge, általában a karakterek is gyengék lesznek,
vagy legalábbis a párbeszédek, vagy a történések lesznek gagyik. Nagyon sokszor láthattuk ezt, hogy a legtöbb dolgot el tudja rontani a rossz script, és tök mindegy lesz, hogy milyen sorozatról beszélünk jelen esetben. De hogyha van mögött egy iszonyat jó háttér, iszonyat jó történet, nagyon jó karakterekkel, amelyeknek nagyon jó a karakter jelenbéli változás, és ezt le is követik nekünk folyamatban, láthatjuk jó pár éven át, amelyekkel nagyon váratlan események történnek. Sokszor eléggé reális események egyébként a középkort nézve, vagy akár a mai 20. századot nézve. Az a sorozat sokáig tud élni, és nagy sikert tud aratni. Amely nem ilyen, a sajnos nem ilyen a Breaking Bad is például, hogyha egy másik jó példát mondjuk, ugyanúgy ott volt a lélek, a casting, a filmes szakemberek, a szuper rendezés, az izgalomfaktor, a nagyon jó történet, a karakterábrázolás és jelenfejlődés és változás, az, hogy átéltük és realista volt, és sokszor ugyanúgy váratlan tudott adni. És nem tudtuk kiszámolni, kiszámítani előre, hogy mi lesz. Ez nagyon sokat számít. Most egy történelmi sorozat, a filmnél is sokszor kiszámítható a dolog, hiszen egy fix topikról beszélünk, tehát nem lehet aztán esetleg olyan izgalmas, nem hiába nem kész utána annyi történelmi sorozat. A vikingeket is jól megfűszereztük utolsó pár évadban, egyik nagyon gyatra minőségi módon, a misztikummal, a vallásukkal, illetve a fantasyval igazából, hogy próbálnak valami pluszt adni, csak sajnos minden más is elromlott szerintem a vikingekkel, a casting, a rendezés is lehet ezt sorolni. Tehát még a történelmi sorozatokban is velük igazat a misztikumot. Ott van a Britannia, ahol szintén ezt teszik, tehát próbálnak ezzel fűszerezni, de még így se tudnak közelében elérni. Például egy olyan sorozatnak, ahol ott Rokarszán ott van egy nagyon jó háttérsztori, ami maga a regény volt az alap, és hát a regény, mint tudjuk, nagyon jó lett. Így hát nem tudtak nagyon hibázni az első 4-5 évadban a készítők, utána kezdett el bicsaklani, főleg a 7.-8. rész esetén a dolog, hiszen ők maguk egyedül már tudtak olyan jó sztorit összehozni, mint George R. R. Martin közel sem. Tehát ez nagyon fontos, és a fantasy ettől sikeresek. Azok a fantasy, amelyek sikeresek. Tehát a fantasy nem attól sikeres, mert ó, fantasy és csillog, villog minden, úgy mint a Star Wars-ban, csak lövöldöznek, meg a legújabb Marvel, meg a halálos irama filmben is röpködnek az autók, és ez milyen jó, az a cirkuszi bolondság, hanem ott van mögötte a lélek, a nagyon jó történet, az érdekes karakterek, nagyon jó színészi játék és casting, nagyon szuper rendezés, iszonyat hiper minőségi háttérmunka a szakemberektől, és lehet sorolni olyan dolgok, amik máshol hiányoznak. És sokszor az a vicces, de ezt már talán néhány videóban elmondtam, hogy ezek a fantasy filmek, sorozatok sokszor hitelesebbek olykor, mint egy történelmi film, olyan szempontból, hogy a különböző kidolgozások, feldolgozások a páncélok és stb. Terén olyan realistává teszik azt, ami nem az. Mert annyit órát költöttek bele, annyi munkaerőt és annyi szeretet és lelket vittek bele. És ez látszik. És még azon is, hogy például hogyan koptassák rá, hogy még valóságosabbnak tűnjenek a pajzsok, meg amit a páncélok, mert van, hogy koptattak, sároztatták és lehetne sorolni. Tehát ilyen apróságokat figyeltek, hogy hihetetlen is arra a trónok arcába beleviszik a korábbi történelmi események imitálását is valamilyen szinten, római csatákat, középkori csatákat, hát konkrétan mondják, hogy mert a fattyok csatája, ez melyik csatárból, hát merített. Ezt maguk készítők jönták, és ez látszik is, próbálnak sokszor ugye másfajta csatatípusokat berakni, mint a megszokott filmekben, most például most más volt le fattyok csatája esetén, ugye a The King című 10.-8. Henrik feldolgozás, egyébként nem is lett jó a film, ahogy sokan gondoltuk sajnos előre, és ezt mindenki is lefestette. Sajnos a Netflix nem nagyon tud igazán jó filmeket csinálni. A sorozatokban van pár érdekes, de még ott sem, csak a közelében az HBO-nak, vagy az Amazonnak, vagy a... Nem tudom, még lehetne sorolni a... Hittem akartam mondani nektek a... Jaj, az AMC-nek például ugye a Breaking Bad. Hát mindegy, ez van. De azt kell látni, hogy a fantasy nem attól sikeresek, mert fantasztikus világokat látunk csak, hanem azt ki is kell dolgozni. Annak a hátterét végletesen meg kell formálni úgy a vászon, vagy a sorozat TV képernyő esetén, hogy az életteltek legyen, és érdekes legyen. És a mai fiatalok számára ez még nehezebb, hiszen a mai fiatalok hozzá kell tennünk, sokkal jobban rá vannak pörögve az akciódúságra, minden percben történjen valami, mert nem, akkor az már rossz sorozat, rossz film. Tehát ilyen szempontból még inkább rá van adva a lecke manapság,
És egyáltalán nem erről van csak szó ezeknél a filmeknél. És hát például az Rokoszán is a színészet, az angol színészet legjavát tudták gyakorlatilag megszerezni, hogy a Harry Pottereknél is, és lehetne sorolni a Gyűrűk Uránál is egy főleg brit színészgárda van jelen. És sokszor a színházi színészek adták a nevüket hozzá és a tehetségüket, és látszik, hogy sokszor komolyabbnak tűnik, mint egy-egy blödi B-filmes, Z-filmes próbálkozás. Néha vannak persze, mondtam, negatív példák, Dungeons Siege, ami a híres játékból készült. Eragon is lehetne sorolni, Dungeons and Dragons 2000-ből, szintén ilyen Jeremy Irons-ok, és ilyen nevek is ott voltak, tehát vannak azért bukták. Hát nagyon sok volt az olyan próbálkozás, ami persze a nagyobb sikerű fantasy-ket akarta volna másolni, de tizen annyira nem sikerült. Ez fontos hozzátenni, én szeretem a fantasy-t, de utálom azt. Én is, ahogy a legtöbben, hogyha nagyon sok a gyatra szar minőségű fantasy. Azokat ugyanúgy utálom, mint az, aki nem szereti a fantasy-t. Egyébként sokan ezért fanyarognak, mert most egyre több ilyen fantasztikus sorozat meg film van, és most miért ezek a népszerűek. Mint mondottam, ez miatt olyan népszerűek egyértelműen, illetve hozzá kell tenni, hogy a Rókac esetén az HBO egy Róma pótléknak szánta hivatalosan is szinte, mert ugye azt sajnos végül abba hagyták, nem készült 34. évad. Végül ott el tudták érni azt szerintem, hogy izgalmas is legyen, és ne csak tájszerű, meg tényszerű a sorozat, és váratlan. És hát ott minden más is, jó volt a casting, lehetne sorolni a szakemberek szintén. Gyakorlatilag egy továbbfejlődése, egy evolvja a trónok harca a Rómának, és az ott látható ármánykodásnak, szisztémának. Tehát ilyen szempontból is próbáltak persze alapozni a Róma korábbi sikereire a trónok harcát illetően. Ez is azért ott van a sikerek mögött. És hát azért mondom, hogy nagyon sok fantasyt akarnak csinálni, mert azt hiszik, hogy akkor mindjárt sikeresek lesznek egyes stúdiók és készítők, de pont nem ez a helyzet. Ezt mondom, hogy azok a fantasy filmek és sorozatok tudtak nagyon hosszú ideig jók lenni és kitartani, és a nézőket is megtartani, amelyek alapvetően jó háttérsztorival, forgatókönyvvel, történettel és karakterekkel, castinggal és alázatos háttérmunkával és rendezéssel rendelkeztek. Ha ezek nincsenek meg, akkor lehet a legdrágább a sorozat, a legdrágább a cégé, lehet berakni három Brad Pittet is, és más elfeledve van, akkor sajnos az a sorozat nem lesz jó. A Walking Dead, ami mondjuk egy ilyen horror sorozat inkább, mint fantasy ügye, de hát elég valótlan dolgok történnek benne, hát ott is az első két-három évadért valamit azt mondom, de az sem volt a világ legjobb sorozata, de a zombi sorozataim belül, a dráma belül egész jó volt sokszor. És most már 10. évada van, vagy a 9, nem is tudom, a 4.-5. abba hagytam, hát olyan gyatra lett az egész, már rámentek csak a rétes résztára nyújtásra, a pénzre, meg aztán az egy kábel csatorna, és a kábel csatorna sokkal több nézőt ér el, így valószínűleg több a bevétel is, és több a reklám. Emiatt sajnos még az is megéri a készítőnek, amikor már fele harmad akkora a nézettség, mint most, ha jól tudom, mint a csúcs időszakokban volt régen. És hát így el tudnak cseszni egy viszonylag jól induló sorozatot. Tehát ez fájó, hogy azért vannak ilyen olyan próbálkozások, amik érdekesen kezdődnek. A zombi dráma, úgymond műfajban érdekesen nyit, majd visszahúzza magát sajnos a föld alá a temetőbe, és a szokásos posmányos zombi szériát kapjuk, amely feleslegesen van túlnyomva mindenféle baromsággal az olcsósítás érdekében is, hiszen sokszor ugyanazokon a területeken forgatnak nap mint nap, és lehetne sorolni, még ilyeneket is csinál az a sorozat. Tehát egyértelmű, hogy nem azt kell nézni, hogy valami fantasy véleménye szerint, hanem azt kell nézni, hogy az adott film jó vagy rossz. Nagyon sokan, akik utálják a fantasy-t, vicces módon imádják a Star Wars-t. Miért? Mert a nosztalgia és a gyerekkori élmények fölnagyítanak mindent. Ott már nem gond, hogy ez egy űrfantasy, sokan sci-fi-nek mondják, de ez totálisan fals. Eleve hogy kezdődik a Star Wars? Réges rég, egy messzi-messzi galaxisban. Majdnem mint egy operenciás mese. Ez egyik. Másik maga George Lucas készítők, és hát a szakemberek is, meg a kritikusok is hát űrfantasyként emlegetik alapvetően, meg sokszor űroperának, mert a sci-fi-től elég messze van. A sci-fi az inkább a Star Trek, de abból sem ugye annyira az újak sokak szerint, mert az már egy kalandosabb sci-fi, hanem inkább a régiek, például a Kokáér, de lehetne még sok más filmet sorolni, a District 9, ami egyszerre dráma és sci-fi, és nagyon sok más film, az AI, mesterséges intelligencia, és lehetne még mondani a sok sci-fi sorát, 2001 űrodesszeia, stb. Stb. Ég és föld. A sci-fi egy nehezebb, komolyabb műfaj, amelyet általában kevesebben is néznek, és nem olyan népszerű, mint az űrfantasy, vagy az űreposz.
sokan űrszapanoperának is mondják. Star Wars, ami azért max részben igaz, mert is egy Skywalker család körül forog a 9 rész, de nem csak róluk van szó, hanem az élet csak is sikeres. És hát nagyon sokan szeretik, mondom, azok közül, akik nem szeretik a fantasy-t. De ugyanígy az Avatárt is, még az is egy fantasy sem, mint inkább sci-fi. Bár az Avatár maga egy sci-fi elem, de azon kívül, amit látunk, azt a társadalmi hogy Pocahontas remake fantasy és sci-fi elemekkel teletűzzel, egy kalandfilm. Egy egyszerű kalandfilm, amely egyáltalán nem valós, tegyük hozzá. És így a karakterek nagy össze is eleve CG-vel készült. Mégis nagyon sokan szerették, mert 3D-t hozott, és az a cirkuszi látványosság, ez elfette egyébként a filmnek meg annyi negatív elemét. Meg azt is, hogy ez egy fantasy, de nem baj, jelen esetben mert látványos volt. Még az a vicc, hogy azért sántít, mert a gyűrűkra például annó a kitelesőek elején Star Wars-a volt látvány szempontból, ahogy a trónharca is látvány szempontból a sorozatoknál. Tehát ez ilyen szempontból mégsem állná meg ezeknél a helyeit. Tehát akkor ennyire azokat is néznie kéne azoknak, akik nem szerették a fantasy. Milyen szerint, mert üti a saját szabályukat, játékszabályukat, hogy a Star Wars és az Avatar, na meg a Harry Potter-ra mondom, ez pirulmányi ifjúsági regény, nem baj a fantasy, mert azzal nőttünk föl, azt olvastuk közben végig, vagy gyerekkorunkban láttuk, és nagyon jó nosztalgiát hoz. Tehát ennyi a különbség, sokszor én ezt tettem észre a fantasy nem szerető emberek között, hogy azt, amit láttak gyerekkorukban, azzal nincs gond, meg nem is tekintik sokszor fantasynek, amit éves, mint mondottam, amit pedig nem láttak, mert mondjuk 10 évvel a gyerekkoruk után indul be egyszerűen, az pedig nem jó, mert az már fantasy. Igaz, hogy valószínűleg általában, én amit tapasztalatból mondok, a legtöbbször 5 percnél többet nem láttak, például akár a trónkorcában, amiből legalább egy évad kell, hisz egy sorozatról beszélünk, egy évad, hogy átfogó képet kapjon arról, milyen is a sorozat, egy 7 évados sorozat esetén, de 5 percet sem látott, és már szar. Ami az, hogy hülyeségben pont a trónkorcában ilyen esetben a rózsák háborújának egy nagyon kifordított változata, akár mondhatnánk, ezt maga a szerző mondta, illetve mondom meg annyi jelenetsor, megtörtént Skóciában annó, vannak konkrét leírások, cikkek arra, melyik eset volt az inspiráció, vagy a csaták is, tehát még történelmi háttér is van ilyen szempontból mögötte vicces módon. Ahogy a Jukránál is tudni kell, hogy ez egy mitológia, eredetileg, az a Földünk jó pár ezer évvel korábban, és meg annyi elemet a Hastings-i csatától kezdve lehetne sorolni átvett az író Tolkien, maga is egy nyelvész professzor volt, aki a történet és történelem szempontjából is kutatta a nyelveket, hogyan változott az évezredek során, vagy századok során, stb. Ugye vele vette a híres mitológiákból is a bizonyos elemeket, Kalevala lehetne sorolni, biblikus elemek, a klasszikus mese formák is lehetne sorolni, és ebből lett egy egyvelek. Sokan mondják, hogy hatott rá az első világháború borzal, amit ő később mindig elutasított, nincs allegória gyűrűkorában, de azért mégis az első és a második világháború szerelme az valahogy mégis ott van. Meg az industrializáció, az iparosodás, az viszont elég egyértelmű, illetve a környezetvédelem az entekkel. Tehát ez a másik fontos eleme a fantasynek, hogy a fantasy, ezt most sokan mondják, és nem elmenekülés a valóságból, hanem annak, vagy azzal való szembenézés. A valósággal való szembenézés, mert nagyon sok elemet, a legtöbb fantasy, főleg a jó fantasy-k a valóságból vettek, vagy onnan kaptak inspirációt, ezt kicsit megmásítva bemutassák. A másik pedig, hogy a fantasy-k meg tudnak lepni, hogy ezt mondtam korábban, még egy 100-szor látott 8. helyik már nem biztos. Ez is egy olyan plusz, ami sokaknál egy plusz. Amikor elunja magát egyik a legtöbb sorozat néző manapság, hogy előre tudok mindent, és unalmas volt az adott rész, na akkor például a trónkorcát kell megnézni, ha még nem néztem meg, mert arról senki nem mondta ezt. Az a gond, hogyha utólag hallott az összes spoilert, akkor persze más lehetne a helyzet, de ez egy más kategória, hogyha az összes jó csavart meg spoilert már tudjuk előre, ez minden sorozatnál megöli az alapokat. Úgyhogy én azt mondom, hogy kicsit nézzünk más szemmel a fantasykre, én pontosabban úgy fogalmazok a jó és minőségi fantasykre, a rosszakat pedig felejtsük el minél hamarabb, én is így vagyok ezzel. Az a gond, hogy a legtöbb rossz fantasy csak sűrösbítja a negatív hírnevét, már csak emiatt is törölni őket, ahogyan csak lehet a Blu-ray-ek polcairól,
Hát ezt nehéz megoldani, mert akik esetleg csak ezeket a szar fantasy-ket látták, általánosítanak, és azt mondják, hogy szar az, az egész műfaj. De ez rohadtul nem így van, hogy az összes műfajnál nem így van. A westernben is meg annyi szar film van, és lehetne sorolni még hol a drámától kezdve, a művészfilmeken át nagyon sok szar film van. De ha csak a szar filmeket nézzük, mert az a hóbiánk, mert ismerk ilyeneket is, szinte kimondottan azokra mennek sokszor már véletlenül és nem direkte, csak a szar filmeket nézzük meg, és sokszor tetszik is nekik a maguk módján. Ha csak ezekre megyünk, akkor nem is fogunk más látni, de hogyha próbálunk kicsit jobban utána nézni az interneten a dolgoknak, akkor láthatjuk azt, hogy nagyon jó alapművek vannak, amelyeket azóta is meg annyi kalandfilm. Fantasy film sajkor, csatai szempontjából történelmi film próbál másolni, hogy ezt most például a 8. Harry filmnél láthattuk. Szóval elég érdekes, amikor a történelmi film is akarva akaratlanul a fantasy sorozatot másolja. El is mutatja azt, hogy igen, és itt egy kicsit komolyabb dologról van szó. Egyes nagyon jó minőségű filmek és sorozatok esetén a fantasy műfaján belül. Nagyon fontos, hogy a fantasyben, a jó fantasyben nagyon fontos életigazságok is előjönnek. Nagyon fontos olyan kinyilatkoztatások, amelyek rávilágítanak olyan fontos dolgokra a történelmünkben, vagy a mai jelenlévő életünkben, amelyek igazából foglalkoztatják az embereket, csak vagy nem beszélnek róla, mert nem foglalkoznak vele eleget, vagy nincs elég idejük, vagy annyira háttérben van, vagy annyira túlontúl igaz, hogy inkább nem akarnak róla beszélni. Ez olyan, mint amikor tudjátok, inkább nem mondjátok el a másiknak az igazságot, és ezzel valószínűleg nagyobb kárt okoztak, mint hogyha elmondanátok nyíltan a szemébe. És itt is az a helyzet, sokszor olyan dolgokról tematizál egy-egy ilyen fantasztikus történet, amely a valódi világunkban jelenleg is, vagy akár annól a történelmünkben nagyon fontos volt, és nagyon sok sorozat nem elég jól fedi le, vesézi ki az adott kinyilatkoztatást, életigazságot, vagy például egy-egy tematikát, a hatalmi játszmák, hogy miért, és hogy hogyan, és meddig mennek el a hatalom megtartásában. Vannak sorozatok, amelyek az egész jól le tudják adni, de a legtöbb sorozat nem tudja jól leképezni. Az elejétől a végéig egy szinte egy felemelkedés bukás a sztoriban, például a hatalom tematikáját. De lehetne sorolni még jó pár ilyen elemet, amelyben nagyon sok fantasy, például a trónharca is hatalmas erőt képvisel, hogy olyan dolgokról mesél és beszél olyan módon, amely dolgok nagyon fontosak voltak a történelmünkben, vagy a mai életünkben. És a legtöbb olyan filmben, ami a reális film állítólagosan, bár melyik film 100%-osan reális, ugyebár nem foglalkoznak. Ez nagyon fontos véleményem szerint, hogy ez a nagyon sok dráma, vagy realista film, vagy történelmi film olyan dolgokkal nem foglalkozik, amelyek például a trónharca igen, és jelen volt a történelmünkben, vagy a jelenünkben. Vagy ha foglalkozna is vele, két oldal alatt le tudja, míg a trónharca 4 évvel alatt a teljes valójában elejétől a végéig reális látásmódon láthatjuk. De azt is, hogy valaki hogyan emelkedik fel, és miért, és mit meg nem tesz ezért majd, sokszor akár váratlanul, hogyan bukik el. Ahogy az a történelmünkben is volt. Ugye ez is nagyon jó ezekben a történetekben, hogy pontosan is rávilágít olyan dolgokra, amelyek a történelmünkben korábban megtörténtek, és esetleg az ember az, amit nem tanultunk belőle még ma sem. De erre nagyon jól emlékeztetnek, hogy kéne tanulnunk a hibáinkból. Én ennyit mondanék erről. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok. Kommentáljátok a komment szektorban lent alant, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről a kérdéskörről. Jó-e, hogy még manapság most megint beindult a fantasy henger, és most nagyon sok sorozat fog még kijönni, amely ebben a műfajjal dolgozik. Ha jó, miért jó, ha nem tetszik nektek, miért nem tetszik? Erre is kíváncsi vagyok, illetve arra is, hogy melyik sorozatot várjátok a legjobban az elkövetkezendő sorozatokból. Witcher, ugye vaják, vagy most az éppen folyó Úr sötét anyagai folytatása majd, vagy haladunk előre a történetben, a gyűrkös sorozat, lesz Narnia sorozat, jön ugye akartam itt elmondani nektek az időkereke sorozat, és lehetne még sorolni a vaják, ugye, Witcher, lehetne még jó párat sorolni, melyiket várjátok is, miért, és azt gondoljátok-e, hogy megtörhetik-e a trónharca korábbi sikereit és rekordjait. Úgyhogy tőletek, sziasztok!